öveked becsatolni sápadtarcú testvéreim, ugyanis a DLC-k előtti utolsó nagy erőfeszítésünk következik. Hetedik felvonás, Afterglow, utalértük a Neo Age-nek a cselekményeit, mármint az alapjátékét és a DLC-jét is. A harmadik DLC végén Maria harmadjára is befürdött, ugyanis nem sikerült teljesen manipulálni a set Datama Samunét, se Sanada Yukimurát, de még Osaka királynőjét se, akit egyébként mellette megszállt a valaha volt legpusztítóbb yokaiok közül az egyik. Ugye Shuten Doji Otakemaru és Ninetailed Fox. És Maria most egy új bábot keres, akit föltámaszthat és manipulálhat majd, és ez Tokichiro lenne. És ennek következtében nem tudom, hogy ő vagy William volt esetleg olyan balfasz, hogy felébresztettek. Egy a lényeg, a karakterünk, aki lényegében egy élő börtönként funkcionál Otakemarunak a számára. Hát ez a börtön most megint kinyílt, és lényegében megint én takaríthatok mások után. Ez a helyzet. Őt egyébként sokszor fogom farmolni, ugyanis elképesztően sok smithing textet dob a játékban. Nem is kell teljesen le nyomni a HP-ját. Nagyon szerettem annó ezt a részt, ez egy elképesztően jó kis crossover, ez zseniálisan megcsinálták, hogy összeér a egynek meg a kettőnek a... Ó, a fene a Living Weapon-ös pofádat. Ugye ezzel a fight-tal az a gond, hogy nem igazán van időt buffolni meg mindent, viszont... hogyha esetleg elsőre elbaszod, hát most már van. Ennyi neki, amúgy eddig kell levinni a HP-ját. Az Underworldben nem vicces a Living Weapon-ös dolgaival. Nem emlékeztem a bőrszatakéra nagyon. A spiritje viszont elég jó. Szior se ő. Az egyben nem volt annyira nagy szám. Itt igazából hasonló tud, mint a Genryusetnek az utolsó bónusza, hogy anima bónuszt kapsz arra, hogy mennyi amritát nyelsz el. Ezt az egyik endgame-es set bónusszal, a Blood of the Yokai-jal, az egy szép végtelen ciklust eredményez, és az egyik legjobb anima buildet a játékban, aminek következtében az ilyen folyamatosan nyomható soulcore-okkal, mint a Vilmonk meg az Enenra, ha nem is a végtelenségig, de na maradjunk annyiba, hogy nagyon szép dolgokat lehet vele művelni. Tehát ha bármiféle anima buildet futtatsz, akkor ezt a spiritet másodlagosba tudom ajánlani. És a Guardian Spirit talizmánja is jó. Nagyon gyorsan feltöltődik a Yokai Shift. Tehát Yokai Shift build-be meg szinte kötelező használni.
Gembu helyett lehet berakom őt egyébként elsődlegesnek. Majd még meggondolom. Vannak pletykák arról, hogy Mumyu is elvileg azért nem öregszik, mert a Sohaimaru kardnak egy darabja ugye nála van, a markolat. Vagy nem a markolat, mi a neve annak a kerek szarnak körülött. A japánul tudom, hogy Tsuba, de a magyar neve nem jut eszembe. Na, és akkor bástya kapásból dobott nekünk. Egy smiting textet se. Őt már majd csak akkor fogom farmolni, hogyha kivittük a játékot és meg lesz a level sync. Na de mutatom, szia Orse. Anima bónusz Amrita Absorption. Defense bónusz Amrita Gage. Ja igen, meg azzal skálázódik a védelmünk, hogy mennyire van tele az Amrita méter. Meg a Guardian Spirit animációja az egy ilyen super plejádész, azaz tényleg nagyon cseszed gyorsan feltöltődik a Yokai Shift. Tehát mondom, Yokai Shift buildbe olyan szempontból elképesztően jó lesz, hogy használod, ha tudod a technikáját, hogy hogyan maradjál benne minél tovább, akkor az plusz jó dolog, ugye, hogy charged heavy attack-ok módjával támadgatsz, használod a Yokai Ability-ket, de hogyha esetleg ki is ütnek belőle, akkor meg hamar vissza tudsz belemászni, szóval erről majd a jövőben lehet lesz egy build videó. Sőt, nem lehet, biztos. Biztos, hogy lesz, de amikor inkább a kérdés. Szóval ide majd visszatérünk, és technikailag a játék utolsó főküldetése az Eye of the Beholder, így rögtön ezután játszódik. Kimegyünk ebből a teremből, csatlakozunk Williamhez, aztán nyomjuk, amit nyomni kell. Azonban van itt egy-kettő ilyen nem teljesen kánon küldetés, igazából. Szóval azokat még gyorsan lenyomom, van vagy kettő. Aztán jön az Eye of the Beholder, azon is hamar végig lehet menni egyébként. Még úgy is, hogy nem a leggyorsabb utat fogom választani. Ebben a régióban, felvonásban nincsenek kodamák. Ott is van Eye of the Beholder, Dawn of Hope, itt Williamnek a fiát kell megkeresni, mert eltűnt. Ez pedig egy ilyen dojo mesterek elleni kis gyakorló veszőfutás konkrétan. Nincsen sok életük, úgy level szinkkel nagyon jól lehet őket farmolni, az egyik legjobb küldetés így Amrita szempontjából is, hogyha így összességében nézzük, hogy gyors is, meg minden. De látjátok, körülbelül semmi HP-juk nincsen. Sok mindent ki lehet tőlük farmolni, egyesek ugye Art of Combatot is dobnak. Na, Kintoki jön, ez egy jó nagy. Jó nagy köcsög. Őt nem igazán érdekli, hogyha meg akarod szakítani, meg ilyenek. Tehát neki nem is csak sima hyper armorja van, neki ilyen dagadt armorja van. Ott is van a Night Hand Strike. Ezt már a kulpázom erőteljesen, ez egy alulértékelt skill. Ha esetleg valakinek ideig nem volt meg a Flying Kato cucc, hát majd itt kifarmolja. Meg még ugye jön akkor Hanzo. Egyébként az a durva, hogy a fisztet egyelőre még elég szépen vissza is fogom, hogy ugye
kevésbé profitál a statokból, mint az Odachi. Dír! És amint fölkelsz... Na, neked pedig a nagy bájdorong speciálba. Ez annyira nem fair, hogy ennyire semmi trackingje nincsen ennek a faszom izének. Tőle lehet egy Art of Combatot is farmolni a Switchblade-re, bár az igazán jó Art of Combat az majd a DLC-ben jön hozzá. Ha meghalsz, akkor nem kell az elejéről kezdeni. Pedig éppenséggel itt ezt nem bánnám, mert ez nem annyira nehéz. Ugyanúgy, mint a Marobashi a Nioh 1-ben. Egyszerűen nincsen sok HP-jük a mestereknek. Úgy is mondhatom, hogy lófasz. Na, ja, egyébként újdonság, mivel a staminát fölvittem 40-esig, így lement a súlyom körülbelül olyan 59%-ra, ezért a két talált Arrow's Bane-t azt bepattintottam a két minó veterán helyett, és fölmentem 68,3-ra, viszont nyertem vagy 30 toughness-t. Szóval, ha a maradék kettőt is majd be akarom pattintani, hát ahhoz még kell kurva sokat majd pakolnom a staminára. Cseszettül sokat, mert olyan 50 körül majd elkezd már hardcapelni is, és már alig fog utána nőni. De majd meglátom. Mondjuk egyelőre még csak egy darab bónusz kapok meg belőle, hogy a két piece-ért ténylegesen kettőt be kell rakni, mert még nincsen jaszakanim, de majd ezzel fogok menni, és akkor mellette a corruptionos fegyvereket meg kurva egyszerű lesz majd húzni, Tengu maszk, és akkor lesz egy jó animatöltésem is, mindegy jász. Szóval... Aha, már most is csak 0,2-vel. Ajaj. Na igen. Na keressük meg Williamnek a fiát. Ki lehet találni, William összejött Tokacuval, utóbbi lebabázott, és mivel nem nagyon említik, meg majd a fiánál lesz a Guardian Spirit is. Én arra tenném a voksomat, hogy szerintem a szülés közben életét vesztette. Vagy valami ilyesmi. Sőt, nem vagy valami ilyesmi, szerintem konkrétan ez történt. Na, itt pedig William fiát egyébként Josephnek hívják. Azt a kurva... aberrást... Takarítsuk már innen a gyászba, nem kell ez ide. A Magatsu Warrior szókor az viszont... Ó, kaptam is, csak már úgy általában nem szoktam. Na, ennek örülök. Szét lehet törni ezeket a lombikocskákat, de nem kapsz belőle semmit. Szóval ez egy ilyen... Igazán? Nem tudom, láttátok-e, hogy ott mennyi kisebzés és sebzés történt meg egyszerre. Ilyenkor egyébként fixen ez van, hogy mind a kettő. A mind a kettő alatt azt értem, hogy... Ez mennyire pont jó jött ki, hogy eltalált volna, de az aberránssal elég messzire kerültem ahhoz, hogy ne. Tök jók ezek, amikor így magadtól... akaratlanul is, de olyan kurva jó helyzeteket össze tudsz hozni. Ezekből lehet aztán csinálni a jó kis klippeket. Na és akkor ki lehet menni itt is, de... Először... Bátya, ez nem volt jó ötlet. Te is kaptad. Kicsikét refashionöltem a fistet, azt hiszem a Master's Fist az, amit, hogy egy kicsikét menjen a sethez.
tudjátok, stílus. Mondjuk akkor bekapcsolhatnám azt, hogy mind a kettő fegyver látszon. Igazából, ja. Display melee weapon. Hide secondary, hide sheeted, display all. Így ez egy fasza. Na majd lehet kikapcsolom, hogyha ráunok. Csak hogy lássátok együtt, hogy ez így mennyire bázis. Ugyanez marad a stílem majd a végéig, csak majd azt a telefosott fél fürdőköpeny szabdalékot ezt majd lecserélem Hayabusának a melvértjével. Azaz a második DLC-ig ezt nem mosom ki. Ugyanezt csináltam annó a Slipknotos pólómmal is, ami az utolsó pillanataiban már inkább volt közel a világos szürkéhez, mint az eredeti feketéhez. 1000 forintért vettem a Vaterán, abba dolgoztam a raktárba évekig, bár kezdett kiukadni a köldökömnél is, de megmondtam, hogy én ezt csak akkor fogom levetni, hogyha kilépek innen, és végig úgy dolgoztam benne. Lyukas köldökkel. Nem, azt hiszem a vége fele már cseréltem, amikor rám szóltak. Nem volt más választásom. Megpróbáltak elnyomni. Nem! Kuszajoki az nem. Egy szó, nem. Na jó. Ó, jó kis brutos grebbó. Nem ez lesz a... Picsán szúrt az a nyominger. Pedig övékenben volt a fegyverem. Valamiért az övéken fegyverrel kilőtt sugár, az szinte mindig letöri a magacunak az extra karjait, de előről is. Szomorodjál meg. Akkor lefingalak. Egyébként leteszteltem, hogyan működik ez a tesszófing. Úgy csökken folyamatosan a jokályoknak a kia, hogy minél tovább benne állnak a fingben. Kijött kiszarabul belőle. Amúgy ezt a trükköt alkalmazzátok szerintem, hogyha ezt a összeállítást másoljátok, hogy ha most itt azt csináltam, hogy a Ryomen Soul-kor a másik spiritembe volt berakva, amibe kicsikét kevesebb a Life Drain, mint a Gembu-ba, mert ugye ebbe van a kasa. És azt csináltam, hogy a Ryomennek azért elég hosszú a animációja. Elkezdtem nyomni, és menet közben átváltottam a Gembu-ra, így megkaptam belőle a Life Drain. De ez mondjuk egy kicsikét olyan volt, hogy nem csináltam tudatosan, hanem így abban a pillanatban, hogy megcsináltam, akkor jöttem rá, hogy ó, jaj, megtalált az a balfasz is. Abban a pillanatban jöttem rá, hogy ó, ilyet is lehet. Aztán gondoltam, gyorsan továbbadom ezt a tudást, mielőtt nem is az, hogy elfelejtem. De mielőtt megtartom magamnak. Elvileg itt most megvan a kulcs az Unrio kis helyhez. Nézd meg! Újabban ezek mi a faszt képzelnek magukról? Szerinted azért áldozom rá a drága animát, azt a hármat, az aberránsa, hogy te kidodzsoljad, bazd meg. Gondolkozzál már.
más szavakkal, lol. Na itt... De faszikám ezt. Ezt így terveztem az előbb is, és ugyanúgy időzítettem, ugyanúgy csináltam mindent, nem tudom. Ez viszont teljesen úgy alakult, ahogy terveztem. Na! Itt még pár srácot elhagytam. A stílusos rúdugrás utáni grab. Ez meg véletlenül jött össze, mert Mully Snoridexot akartam. Woohoo! Mennyire, hogy a burst counterrel szinte mindent félbe lehet szakítani. Te sószókor. Vagy Tesco Soul Core. Na az egyetlen, ami hátra maradt, az az most már, hogy még onryokizni, meg előtte lesz még egy pár másik szerencsétlen is. Azt az onryokit is használni kéne. Csak az a baj, hogy a malac spiritbe kurva kevés dolog fér be. Azt pedig nem fogom elkövetni, hogy akkor csak két Soul Core-t rakok be, mert értékes atak meg defense statokat vesztek. Na az ilyenekre nagyon jó a brute tényleg. Na. A Sacred Water nekem most jobban megéri, mint a Barrier Talisman. Mivel is nyomom a kasát? Elfelejtettem hozni. Ja, L2-re van meppelve, akkor azért nem... Gyere. De ne így. Az Oriokinál meg az a helyzet, hogy amíg nála vannak a láncos golyók, addig több a védelme. De úgy, azt nem mondom olyan, hogy egy olyan 50%-kal, de jelentősen kevesebbet fogsz rá grepelőzni. József itt alszik. Igen, ez azért lényeges, mert Okatsu mindig is cseszettű megvetette a szamurájokat amúgy. Pontosan azért, mert
ő ugye Ieyasunak volt a lánya, Ieyasu pedig megölte a saját fiát és a feleségét is. Mindez természetesen a nagyobb jóért. Legalábbis a játékban így van ábrázolva, hogy ő egy jobb világot akar építeni, de amúgy eléggé drasztikusan ő másképp volt elbaszott Nobunagához meg Hideyoshihoz képest. Mondjuk Nobunagát meg a mai napig nagyon-nagyon tisztelik Japánba. Elképesztően. Ők hárman tipikusan úgy viszonyultak egy emberhez, hogy nem akar táncolni? Nobunagának az a reakciója rá, hogy jó, akkor megölöm. Hideyoshinak az, hogy na majd akkor rákényszerítem, hogy táncoljon. Ieyasu meg, na majd akkor megvárom. Nagyjából ezt így lehetne összefoglalni. Oksa. És akkor innentől kezdve staminára. Na, nyomjuk azt az Eye of the Beholder-t. De egyébként... A Niga Shrapnel Bomb... Nem, Dion Jean Saka az jó lesz majd ott a Kemaru ellen is. Most értsd csak félre. Csak azzal, hogy bevéded magad az elementek ellen, semmit nem érsz, hogyha nem ismered ki a boss-t meg minden, de nagyon idegesítő tud lenni, amikor egyszerre több effektet is rád visz. A Lightning már önmagában egy rák. És akkor, amikor még mellé megkapod a vizet meg a tüzet is, és akkor utána meg azon fogsz csodálkozni, hogy mély haltál meg ellen a 2 másodperc alatt. Különösen ebbe a verziójába, ebbe a küldetésbe ő egyedi, hogy így van, nem is tudom, 10-szer fog relmet váltani. Tehát ahhoz jó kell majd elkapnom, hogy le tudjam majd zérókizni, bár maga cuvorjól majd megoldja remélhetőleg. Na itt direktbe már tudnánk is menni oda, én most egy kicsikét elnyújtom ezt a küldet, azért van itt pár segg, amit így bemelegítésnek szét szeretnék rúgni, kezdésnek ott veled, oda te a szemed közé kapsz egy ilyet. Például itt lent van egy Gozuki, meg lent azt hiszem van vagy Namahage, vagy Magatsuvorior, aztán azért akarok itt így ide jönni most. Tökéletes alkalom adódott, hogy a játék oda bassza nekem ezt a kasa szókort enemy corruptidos tattal, hogy kénytelen legyek megbarátkozni vele, és az, az igazság, hogy tényleg egy jó szókor. De azt nem gondoltam volna, hogy ilyen sebzése lesz. Én tényleg azt hittem, hogy mindenki csak a live dream miatt használja, hogy ilyen menekülő útvonalként, hogy na majd ezt elnyomja, és akkor nem fog meghalni. Itt már nem lehet eltekerni a kart. Ugye? Visszafele. Így magad Warrior. Mondjuk azt, hogyha most nem kapsz 150-es szókort mindenből, ne feltétlenül aggódjál, mert az egész New Game Plus is abból fog állni, hogy ott meg max fixen 160-asok jönnek, szóval. Hogy egyébként, amint leszedem neki a karjait, szinte azonnal burstölni kell. És mondom, a magacuk egyébként ilyenkor a veszélyesebbek szerintem. Ugye gyorsabbak is lesznek, meg minden. Na jó, oké. Dorkrámnak annyit, csak ennyit akartam technikailag. Azt ott onnan. Ezres grapplé.
Konfúciusz miatt történt. Meg a víz is alapvetően a védelmet gyengíti egy olyan jó 20%-kal, de lehet ezeket az értékeket inkább újra kéne majd tesztelnem, mert nem vagyok már mindenben annyira biztos, mint régen. Van egy-kettő buff, amit még így exakt tudok, hogy kb. Mennyit ad. Jó, az mondjuk elég hülyét, hogy exakt tudom, hogy körülbelül mennyit ad. Na, exakt tudom, hogy mennyit ad. Például Nupepo buff, Soul Purge, meg ilyenek, Carnage. A víz, ha jól emlékszem, az 20% debuff az ellenfélre. És igen, lehet mondani, hogy ezt a részt itt elnyújtottam feleslegesen, amúgy. Olyan szempontból mondjuk nem, hogy itt egy hot spring. Nem tudom, hogy ez is beleszámít-e az összesbe, mert ugye ez a felvonás az ilyen speciális több szempontból is, hogy nincs kodama a lófasz. De... na, legalább mög van. Most meg nem találok el oda, ahova el kéne találnom. Ki mondta, hogy te itt agrózzál be egyedül bárkit, fiam? Na mindegy. Az istenit. Mi a fasz csináltok már? Hogy kerül ide ez a két jokály? Várjál már. Jó, tudjátok, mit leszarom. Hát egyébként háromszor nyomtam meg ezt a Ryomancort, nem értem, miért csak harmadjára adta be a játék. Vannak néha ilyen megmagyarázhatatlan történések. Már ennél erősebben nem tudtam azt ott nyomni. Oksa. Aj, nem ez Uki. Beyond Infinity annyira stunlockba tartott, hogy nem tudott már elmet váltani. Mezukinál talán inkább az van, hogyha az elején gyakorolsz el talán túl sok nyomást, akkor... nála egy kicsikét fura, mert neki ugye van ez a karkinövesztő animációja, meg minden. Ennek nagyon trükkös az időzítése. Ha közelről szízve egy magacu találatot, akkor nem csak a lövedék kap el, hanem a kard animáció is aztán. Hát, igen, az fáj. Ja, hogy meghalt közben mind a kettő? Jó, az jó. Itt pedig arra, hogy bejövök a ládához, beagróz a gyaberrás. Nu. Itt hidd, várjál már, aztán összeesni nem kellett volna, hogyha már kivertem a gyereket a kezedből. Tehát itt jött mellé még egy tengu is, ezt speciál nem tudom, hogy miért szedték ki innen. Nem volt az, hogy semmi gond az a challenge, nem volt nagyon unfair. Ja, majd 50-től kezdve lesz. Ez komoly, na. Iiii!
Akkor itt van például Mariától egy gondolat. Itt meg már nincsen sok dolog. Még pár apró ellenállás, aztán... Meg az aberránsok azok jók, mert... Tettem még egy kört fölöslegesen. Na, és akkor itt lesz még nekünk egy... Pedig most a Dungeon-t azt nyomjuk el. Sacred Water. És majd az igazi fézére, az utolsóra majd meghagyjuk az Elementstop talizmánokat. Kell. Egyszerűen kell. Itt a, egyébként három formába kezdhet, attól függ, hogy milyen típusú spirit van nálad, szóval a feráll a legköcsögebb. Torony magasan. Ez itt nem tudom, hogy tervezett volt-e, hogy ők egyébként összejátszottak-e. Szerintem csak véletlen egybeesés, hogy Maria fel akarta támasztani Tokichirót, mert azt hitte róla, hogy ő amúgy mindig is köcsög volt. Ő meg akarja szállni. De én beállok az útba, és a mostani küzdelem az igazából a karakteremnek a elmém vagy lelkén belül zajlik az irányításért igazából. Vesztek, akkor megszáll. És az Rose. De amúgy kurva jó ez a fight. Így kell Final Boss-t összerakni. Hoppá. Ez az igazi formája. Ez a végleges. Lightningosat mindig olyan nehezen tudtam kikerülni. Innentől kezdve, ha majd küzdesz vele más helyeken, akkor mindig ebbe a formájába fog jönni. Ez a Brute Feral Fantomos az ennek a küldetésnek a specialitása. És itt igazából most nem ölöd meg igazából, csak visszavered.
ő is rengeteg sok smithing textet ad, és egy csomó divine fegyvert. Gyakorlatilag minden fegyver típusból egyet. Fistből az a jó, megkaptam a Sarutobi Gunstick smithing textet, zseniális. Fistből például a Tsushigumo dobja, így konkrétan megvan, hogy mit fogok nyomatni tovább. Ami meg a Odachit illeti Blood Spider Blade, de itt nincsen rajta az az idegesítő Stata Corruption mellett, így igazából szabadon használhatom akár ezt is, egész addig, amíg majd le nem forzsolok magamnak Divine-ba, vagy egy Bloodstained Blade-et, vagy egy Ryumanes kardot. Szóval, ja. Most pedig azt mondja nekünk, hogy a szemünk az a Hugára emlékezteti, Suzukára. Folklórban egyébként a köztük lévő viszonyt azt nem igazán így ábrázolták, hogy ők testvérek lettek volna, ezt inkább csak a fejlesztők csinálták meg így. Azok az időszakok, amikor Sohayamorut forgató hősök fölkeltek Otakemaru ellen, mert ő egyébként ezt a háborús, konfliktusos dolgot, hát maradjuk annyiban, hogy nem ma kezdte. Hanem olyan, mennyit írunk most? 1616-ot? Hát egy jó 800 éve már nyomja. És igazából ahhoz vissza kell majd mennünk a múltba, hogy végleg el tudjuk tenni láb alól, mert mondom, ő alapvetően halhatatlan is. Most ezzel nem nyírtuk ki, ezzel csak visszavertük. Beszoptad. Nem tudom megunni ezt a zenét sose. No, kivittük a fő sztorit. Ezt mondom, ez nem nevezném igazából hosszú távon győzelemnek, hanem ez inkább egy ilyen fegyverszünet határozatlan időre, hogy most mumióval elindulunk és megbizonyosodunk arról, hogy a teszünk róla, hogy a béke továbbra is fennmaradjon, de úgy, hogy Otakemaru nem lett elintézve.
oké, jó, Dream of the Strong, az most minket nem érdekel, ott vannak a DLC-k. És igazából az, ahogy elindul a DLC-knek a cselekménye is, hogy visszakerülünk a múltba, az meg egy ilyen merő véletlen, de arról meg már majd akkor beszélek, hogyha ott leszünk. Na most már a megcsinált küldetésekre lehet applikálni az, hogy level sync. Itt leskáláz a játék a lényegében a küldetésnek a szintjére, jobb lesz a drop rate, tehát hogyha farmolni akarsz valamit még ezen a nehézségen, kapcsold be, mert például már nem számít, hogy melyik küldetéshez mész vissza, pont úgy, mint ahogy most például a legeslegelső fő küldetésnek a Twilight verzióban, tök mindegy, hogy ehhez azt írja, hogy recommended level 20-as, itt is a játék az leskáláz a szintre, és például már divine szintű cuccok is jöhetnek. És van még nekünk itt még három online küldetés, amit az egyik patch-el hoztak be. Itt ugye menet közben az idősebb Hanzo, a Spires és Honda Tadakatsu, azok közben eltávoztak az élők sorából, és mindenki éltébe is velem akar küzdeni, meg holtába is, szóval éljen. És azzal könnyebb, slash nehezebb itt, hogy Mumio segít, azaz bezavar nekem. Menj már innen, te tonfás anyahomorító. Hanzo, miközben éppen kivrem belül a szart is, ez nem elég jó. Mondjuk éppenséggel akkor már egy kicsikét tököt kellett volna növeszteniük, és ezt úgy kellett volna megcsinálnunk, hogy egyedül jövök ellenük. Mert ugye nem tudom, hogy észrevettétek-e, de azért jóval több volt a HP-juk is. Azért, mert nem voltam itt egyedül. Wave of Terror, egy nagy adag nyokáj. Gozukival, igen, meg most már itt ez az új feature, hogy ebbe a kőbe be lehet rakni az accessorikat, és föl lehet húzni 9-es szintig, egyre nehezebb lesz a játék, plusz 9-esen elég komoly, de állítólag minél nagyobb, tehát minél közelebb jársz plusz 9-hez, annál jobb lesz a drop rate, de én ezt endgame-be, tehát arra kell gondolni, hogy Dream of the New Underworld, meg ilyen helyek, annyi nagy különbséget nem vettem észre, hogy Stone of Penance nélkül és Stone of Penance plusz 9-el, hogy olyan rohadt nagy különbség lenne a drop rate között, azonban az elitista emberek szoktak flexelni, hogy ez az igazi játékmód. Az Underworld Depths a vége fele enélkül is elég nehéz lesz, én annak ellenére, hogy nem okoz gondot az extra nehézség, sose éreztem azt, hogy ezzel még úgy nekem, mert azért plusz 9-esen az Underworld Depths-be az már inkább a tömény szopatás, hogy az 500 000-ről fölviszed a bossnak a HP-ját 1 millióra, és lényegében már a tank buildjeit se tudnak funkcionálni, mert nem állhatsz bele semmibe, mert ilyen 10-20 ezres damage-ekkel csinálnak ki. De cserébe hurrá 20 percen keresztül ütheted a bosst, és a végén ezt eladhatod skillként, hogy de ügyes voltam, holott nem, csak begyakoroltad annyiszor, hogy menjen. Erről ennyit. Nincs mindenkinek erre ideje. Arra viszont jó, hogy accessorikat jobban kihozzál belőle, mert a ritkasági szintüket is lehet növelni, meg a plusz értéküket is. Voltak esetek, amikor használtam. Meg úgy tisztességből egyszer, mert ugye ez a kő ez nem úgy indul, hogy már alapból a plusz 9-es nehézséget tudod nyomatni, hanem ezt plusz nulláról kell neked fölvinni. Tehát egyszer annyit meg szoktam csinálni, hogy így tisztességből fölviszem plusz 9-ig és annyi. De utána úgy nem nagyon szoktam feltétlenül erőltetni. Az endgame buildeknél max akkor, amikor az ilyen esetleg, tehát ugye itt azt kell még megérteni, hogy a Depths of the Underworld az úgy a sima Underworldhöz képest jóval nehezebb. Tehát ha mondjuk már van egy kész buildem Depths of the Underworldre,
akkor ha mondjuk kedvem támad visszamenni sima underworldozni, vagy Scroll of the Damned-eket csinálni, oda viszont mondjuk talán beszoktam nyomni a plusz 9-et, mert úgy akkor a Scroll of the Damned és a sima Underworld úgy akkor nagyjából egálba van nehézségügyileg az Underworld egyszer, sőt még talán úgy se éri el. A Depths az ennyivel brutálabb, oda viszont már tényleg nem értem, hogy valaki miért nyomja be. Az esetek többségében csak flexelés az egész. Vagy annyira nincsen jobb dolga emberünknek, nem tudom. És ezt a Stone of Penance-es dolgot külön meg kell csinálni Strongon, Démonon, Wise-on meg Neon is. Mármint, hogy úgy értem külön, hogy ha mondjuk fölviszed az itteni követ a Strongosat plusz 9-esre, a démonos kő az nem ugyanaz, az újra föl kell vinni 0-ról 9-re. Megint elfelejtettem, hogy brúton vagyok. Elfelejtem, hogy brúton vagyok. És hova tűnt a target lockom? Túl, mint terveztem. Gozuki kor formulására nem ez a legjobb hely. Az ott egy kicsit félrement. Ez lesz számít a szép dolog. Gyere már vissza, te! Te kutya, te! Mála a szarvad, pástja. Mindig érdekes, amikor pont egy Moonlisnóri Dex-szal tudom levinni a... Azt ott hogy nem? Csak úgy mellékesen tudni akarom, hogy az ott már hogy nem volt zéró ki. És még mindig nem elég a jóból. Úgy bírom, amikor így zéróhoz közel.
Anus. Deadly Spider-t lehet tőle farmolni, bár szerintem a Restless Spirits küldi, az jobban meg fogja érni. És... ennek a korona ékszere ennek a felvonásnak nem más, mint a Calamity Spools. Azaz. Yatsunokami, méghozzá egy jól megtermett Yatsunokami, kurva nagy. Utána egy Shuden Doji és egy Otakemaru. Ja. Ez így mind egyszerre. Emlékszel a legutóbb találkozásunkra, Józsika? Csak ma ugyanígy zajlott. Na, és akkor most a krémje a dolgok. Egy kis védelmi buffocska. Az ez a Thunderbolt jó nagyot odavert rá, nem? Tudj. Mondjuk azt nem értem, hogy ezt az egyedi animációt miért kell nám mindig végigcsinálni, mármint rohadt jól néz ki, hogy nem hagyja magát, ne értsetek félre. De a Nightmarebringernek is lesz egy ilyen egyedi kill animációja, de azt bezzeg csak egyszer kell megcsinálni. Úgyhogy azért a Nightmarebringer Otakemarunak egy komolyabb formája. Tehát itt ja, lehet farmolgatni szépen szókorokat. A Yatsunokami is jó még a mai napig amúgy, különösen szűk helyeken, amikor visszapattan a falról. A Shutennek is megvannak a... annak is megvan a pozitív hozadéka, illetve Otakemaru-sama meg hát ez mestermű. Meg sem mutattam még, de mestermű. De azért megmutatom. Na. Sanrio Storm. Tudj. Na ennek azt mondom, hogy elnézem, hogy 11 helyet foglal meg, mivel jók rajta a passzívok, anima és anima bónusz, confused enemy. Ezáltal lehet farmolni belőle egy olyat, ami nagy tunement cost minusz 1 van. És yokai ability damage, ha be tudod azt makkolni, de nem muszáj.
A Yokai Ability kipúz az meg azt tudja, még erről se beszéltem, hogy ha éppen kipúzolhatsz és Yokai Ability-t használsz, akkor a Yokai Ability használattal kipúzolsz. Érdekes mechanika. Biztos, hogy használtam már rengetegszer, de így nem tudnék egy esetet se főhozni. Na jó, én most akkor rákészülök a DLC-re, azaz a Divine Gear-emet egy kicsikét beüzemelem, a Fistet, a távolsági fegyvereket, illetve a... mi a nevéket? Az Odacsit. Kifarmolom az Arrow's Bane Smithing Textet Williamtől, az eltart egy darabig, illetve abból is megpróbálok Divine-t leforgyolni. A Divine Forge az úgy néz ki, megmutatom, ahhoz előbb be kéne áldozni valamit, mondjuk a dupla kardot meg a kardot. Kapunk úgynevezett Divine Fragmentet. A Forge az innentől kezdve úgy működik, hogy rányomsz, hogy Forge, és itt van olyan, hogy Divine Fragment. És tudod szabályozni, hogy mennyi eséllyel legyen Divine. Ha egyet beajánlasz, már azzal 50% esély, a max az 10 lehet, akkor ilyen 80-90% eséllyel lesz Divine, és van, amikor az se jön össze. Szóval azt mindenki döntse el magába, hogy úgy éri meg, hogy egyesével cseszed el a fragmenteket, és előbb-utóbb zöld lesz, vagy tízesével. Egy a lényeg, hogy így lehet Divine cuccokat forgyolni, ugyanezt az ijetés puskát azt meg fogom csinálni, meg majd az Arrow's Bane armort. Mivel level szinken farmolom Williamet, valószínűleg úgyis fog jönni egy-kettő Divine cucc. Itt pedig a szintezés ugyanúgy működik a plusz értékekkel, mint ahogy mutattam, hogy plusz két darab plusz egyesből plusz kettes lesz, stb. Csak ne lepődjetek meg, hogyha hamar kiürül a pénztárcátok, ugyanis a Divine dolgoknak a kezelése jelentősen drágább lesz. De azért most például már be is pattintom a Cúsigumó Clawfistót. Ja, de itt például a Remodelnél ahhoz plusz egyes dolgok kellenek, ezt még megmutatom nektek gyorsan. Cúsigumó Clawfist, hol majd plusz egyes fegyver? Tombokiri, jó van, oké, 150 plusz 1. Szóval Remodel. És akkor itt tudok egy olyat nyomni, hogy a Dexterity-t hagyjuk a faszba, arra nem fogunk pakolni, arra legyen minél szarabb a scaling. Nyomunk egy háromszöget a Strength-re, és majd úgy egy X-et a Heart-ra, így javul a scaling, hogy Strength-re és Heart-ra fog jobban scale-elni a fegyver. Tudj. Nem tudom, hogy ugye ezt még az Odacsival is meg tudom csinálni, hogy van-e még plusz egyes dolog. Olyan szerencsém van, nincsen. Akkor bassza meg az ég, akkor majd farmolnunk kell. Ja, meg hogyha mondjuk klánnál is kell felajánlod mondjuk egy adott fegyvert, a Divine-ért sokkal többet fogsz kapni pontot, mint a exotikért, meg ilyenekért, szóval hajrá! Egy minimális készülgetés nem árt, mielőtt belekezdesz a DLC-be. Mert normál esetben, hogyha most így set bónuszokról beszélünk, ugye van az, hogy jaszakani magatama, hogy egyel kevesebb armor kell ahhoz, hogy be tudjál pattintani egy set bónusz, egyel kevesebb darab kell. Ezt normál esetben a következő nehézségnek a végén lehetne megvalósítani, ugyanis akkor kapsz ugyanebbe a küldibe, ebbe az Eye of the Beholderbe egy jaszakanit fixen. Azonban a DLC az egy ilyen érdekes átmenet a következő New Game Plus-ba, hogy nehézség, ajánlott szint, meg ilyenek szempontjából is. Hogy körülbelül az első 3-4 régiót lefedik a DLC-k, és a DLC-be már szinte azonnal fognak jönni Divine cuccok, és Yasakani is jöhet, szóval én azt mondom, hogy mit tudom én, ha akarod, a New Game Plus-nak az első régióját lenyomhatsz párat, például itt van ez a Gozukis mellékküldi, tele van revenantokkal a pálya, mindenkinek Divine cuccai lesznek, farmolhatsz párat nyugodtan, gondolod, de én azt mondanám, hogy lassan kezdhetjük a DLC-ket is. Kifarmolom a nekem kellő smithing texteket, aztán zúzunk is tovább, addig is köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!